Gáza lakossága több mint 2 millió ember egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe. Az övezet északi részén fekvő Gáza városban már liszt sincs, így egyesek állati takarmányból sütnek kenyeret. Az ENSZ közölte, hogy az izraeli korlátozások és a folyamatos harcok miatt a segélyek alig jutnak el a régióba. António Guterres főtitkár szerint Gázában mindenki éhezik. Egy palesztin fiatalember már nem is emlékszik pontosan, mikor jutott utoljára Liszből készült élelemhez. 109 napja tart a háború. Úgy emlékszem, hogy az utolsó alkalom, amikor fehér Liszből sütött kenyeret ettem, talán a háború első vagy második hetében lehetett. Még több százezer ember maradt a gázai övezet északi részén, annak ellenére, hogy többségük délre távozott. A palesztin lakosság embertelen, nyomorúságos körülmények között él. Megfelelő szállás, fűtés, elegendő élelmiszer és ivóvíz nélkül küzdenek az életben maradásért, állítja az ENSZ.